Nos, tehát akkor László Imrével kezdünk, illetve Székes Sándorral, mindketten itt vannak, már jó reggelt kívánok. Jó reggelt, már elárultuk, hogy bologatott László Imre, mert hogy kórházigazgató volt, nem is 10 évig, hanem tovább. 16. Hát a Honvéd Kórházat 6 évig vezettem, a Szent Imrét 10 évig. Ez 95 és 2011 közötti történet. Már a két kórházat említette, van tőlük közvetlen információk a régi kapcsolatok kapcsán is, akár vagy a többi kórházból, hogy milyen nincs, a helyzet? Nincs, közvetlen információ nincs, nem is illene. Tehát egy volt vezető, hogyha belepicsog az utódjának a dolgaiba, az nem is korrekt, nem is tisztességes. De mégis mit tudnak? Hát én távol tartom magam mind véleményalkotás szempontjából, mind tanácsadás. Hát miért szorulna tanácsra feltétlenül egy utód? Nem, inkább csak a visszajelzéseket a mostani helyzetről, tehát valósnak tűnik ez az 5% körüli? Sajtóból értesülök én is, ezek az információk onnan jönnek. Sőt, hadd mondjam azt is, igyekszem távol tartani magamat attól, hogy azt a látszatot keltse az én mozgásom, hogy megpróbálok most, ugye van ez a bizonytalan helyzet, keresni a lehetőséget, hogy a volt kórházaimnál embereket megszólaltatva, hogy mi is a helyzet náluk. Ezek mind úgy is felszínre jönnek, és apróbb jelekből is pontosan lehet olvasni. De arról mit gondolnak, hogy csak 5% nem írt alá a szerződést? Egy kicsit ennél többre számítottad, nem? Vagy nagyobb volt a bizonytalanság érzet az utolsó napokban, nem? Én szerintem ez a dolog kettős. Egyrészt már a járványhelyzet alatt is sokan hagyták el, az elmúlt egy évben is sokan hagyták el ezt a hajót, ezt az egészségügyi hajót. Ugye most elment 5%, ami egyébként nagyon súlyos, hiszen egy ilyen feszítettség mellett szerintem egy-két ember távozása is súlyos, itt most 5000 ember ment el. De ami a legsúlyosabb az az, hogy ezek az emberek, az EU szakdolgozók, akik egyébként megalázóan kevés pénzért dolgoznak, elképesztő fontos munkát, a következő egy-két hónapban meg fogják tapasztalni, hogy nekik nem nő a fizetésük, hanem lehet, hogy bizonyos esetekben csökken is, mert olyan a szabályozás. Én szerintem ez életveszélyes, ugye beszélgettünk szakszervezeti vezetőkkel, és ők is azt gondolják, hogy ez a hullám, ez nem egy, ez valaminek a kezdete, és nem a vége valaminek. Ugye, ami még a legsúlyosabb ezzel az egész egészségügyi törvénnyel kapcsolatban, amit most bevezetésre került, az, hogy mi az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnál úgy látjuk, hogy ez valójában annak az előkészítése, hogy fizetősé teszik az egész magyar egészségügyet, és ugye kivéreztetnek itt kórházakat, és nem sokára, pár éven belül az a helyzet lesz, mint Amerikában, hogyha az embereknek van egészségbiztosítása, akkor van ellátása, ha pedig nincs egészségbiztosítása, akkor nem lesz ellátása. Igen, talán abban bízhatunk azért, hogy ezek az emberek nem estek ki az egészségügyi rendszerből, csak a másodállásukat, vagy éppen a, hogy mondta, a privát egészségügyet választották, és ott folytatják a pályájukat, gondolom. Az orvosoknál ez valószínűsíthető, de az ápolók helyzete sajnos a magánegészségügyben is, amennyire én tudom, nem túl rózsás, és hát úgy tűnik, hogy ők el fogják hagyni a pályát, vagy elmennek külföldre, mert ilyen feltételek között ilyen munkát végezni, én azt gondolom, hogy azért hosszú távon nem sok értelme. De vannak ilyen felmérések, a Magyar Orvosi Kamarának is volt egy októberi felmérése, tegnap beszéltünk is itt erről, akkor azt mondták az orvosok, akiket megkérdeztek, hogy 77% nem írja alá. Most szerencsére ez nem történt ahhoz meg. Képest tűnik, ugye ahhoz képest az 5% tényleg nem sok, bár nyilvánvalóan 1-2 is sok. Mit mond erre László Imre? Most nem külön-külön kórházakra, hanem ámblokk az egészre. Ugye nagyon sok szakértő azt mondta, hogy ha 10%-ot eléri, ugye akkor, amikor ez a 77% kijött, akkor nagyon-nagyon nagy baj lesz. Igen, valóban egyébként egybe kell nézni ezt a történetet. Ugye 5500 egészségügyi dolgozó nem írta alá az új jogviszonyról szóló munkaszerződését, így végeredményben megszűnt a munkájuk. Az a helyzet, hogy eleve úgy mentünk ebbe a történetbe bele, és akkor hadd emlékeztessem önöket is, és a kedves nézőket is, hogy az egészségügy nagyon komoly létszámhiánnyal küszködött. Tehát nem arról van szó, hogy egy optimális helyzetből elment 5500 ember, és akkor ennek megfelelően kialakul egy helyzet, hiszen hosszú évek óta beszélgetünk a hiány szakmákról, hogy mennyire kevés érsebész van, mennyire kevés intenzív terapeuta van. Ez a szakma több mint 10 éve a hiány szakmáknak a listáján szerepel, hogy a szakdolgozóknak milyen hatalmas száma hiányzik a rendszerből, és akkor most rájön ez a 5500 fő, ami tovább súlyosbítja, hadd tegyem hozzá, egy járvány közepette ezt a történetet. Egyébként tudja, hogy pont erre, hogy a járvány közepette, mit mond a kormány, vagy mit mondanak a kormánypártok, azt mondják, hogy nincs még egy olyan
ország, aminek a kormánya a járvány közepette a duplájára emeli az orvosbéreket, amikor egyébként válság van. És még azt is mondják, hogy az előző kormányokra mutogatva, hogy a balliberális kormányok voltak azok, ahol 16 ezer kórházi jegyet felszámoltak, kórházakat zártak be, 6 ezer egészségügyi dolgozót elbocsátottak. Mi erre a válasza az ellenzéknek? Hát nagyon egyszerűen tudok erre válaszolni. Én még nem hallottam, és akkor majd képviselő úr kisegít, hogyha esetleg tévedek, hogy ez a kormány bármikor, bármilyen vonatkozásba azt mondta volna, hogy bocsika, tévedtünk. Mindig elviszi valamilyen síkra, 2010 előtti történetekre a dolgokat. Ez így, ahogy van, nem válasz a történetre, és nem igaz. És hadd mondjam azt, hogy nagyon sok, ugye rendszer szemlélettel kell ezt a történetet megközelíteni. A rendszer működésének alapja a stabilitás. Abban az esetben, hogyha a stabilitás megbomlik, akkor működési zavarok alakulnak ki. Ez sok mindenben történhet, létszámhiányos a egészségügy, tehát eleve tudjuk nagyon jó, hogy zavarokkal küzdött, hiszen rengeteg panasz probléma volt már, mondjuk úgy a békeidőszakban, járványtól függetlenül is. És akkor jön a járvány, ami iszonyatos súllyal munka szempontjából megterheli ezt a rendszert, a bizonytalanságát a rendszer működésének tovább fokozza, és akkor beleraknak ennek a kellős közepébe egy átszervezéssel kapcsolatos dolgot. Alapvető dolog, én azt hiszem, és ezt mondtam az egyik képviselőnek, hogy közgazdaságtanból akkora daci, hogy kilóg az indexből. Ilyet csinálni egy ilyen helyzetbe, ez nem is hozzá nem értés, hanem azt kell mondanom, hogy sokkal a rosszabb. Az a gond vele, hogy ebben a helyzetben csinálták, vagy az irány jó lenne, ugye nagyon sok mindent kért maga a Magyar Orvosi Kamara és az orvostársadalom is abból, amit elfogadtak, vagy az a gond vele, hogy önök szerint abszolút rossz is az irány, vagy az, hogy a járvány közepette csinálják? Én szerintem a doktor úr erre nagyjából válaszolt az előbb. Én csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy számomra a legelborzasztóbb azért ebben az, ebben az ügyben, hogy a magyar parlamentben a magyar ellenzéki frakciók, azon tagja, akik ott bent voltak, azok megszavazták ezt a törvényt. Tehát ez egy, én azt gondolom, hogy ez egy probléma. Ugye én nem szavaztam ebben az ügyben, hiszen két nap alatt kellett volna eldönteni egy sok száz oldalas adatról, tehát hogy ez itt rendben van-e, vagy nincsen. De hát szóval azt gondolom, hogy ez így sajnos felveti a kérdést, hogy akkor ezt miért, hogyha ennyire ellenérzés van, akkor ezt miért lett megszavazva ez a törvény? Tudok, Sándor, bocsánat, mögöttem ült a parlamentben Székely képviselő úr, úgyhogy ő volt nekem a hátvédem, nem mint hogyha kellett volna. De a lényeg az egészben az, hogy csináltak belőle egy salátatörvényt. Tehát van egy béremelés, nagyon jó. Kizárólag az orvosokra vonatkozik, ugye most a szakdolgozóknál ez nincs, tehát a különbség bérbe jelentősen növekedett. Tehát van a béremelés. Akkor mellé rakták a hálapénzzel kapcsolatos dolgot, mellé rakták ez a bizonyos egészségügyi jogviszonnyal kapcsolatos történetet, csináltak egy salátatörvényt. Most ha ezt az ellenzék nem szavazza meg, akkor azt fogja mondani a kormány, hogy kérem, mi meg akartuk emelni a bérét az orvosoknak. Tessék, ezek az emberek, akik 2010 előtt, és akkor amit elmondott szerkesztőasszony, hozzá lehet tenni, mert ezt nagyon szívesen hozzáteszik, akkor ki lehet hozni. Tehát emiatt ezt meg kellett szavazni. Én is azt mondtam, amikor kérdezték. Amit a pozitív része. De gyakorlatilag csináltak egy lehetetlen salátatörvényt, aminek a belseje, a ételnek fogjuk föl, finom, de a burkolata ennek a finom valami belsőnek, hát ehetetlenné vált. És itt vannak a konfliktusok. Na nézzünk egy másik, ugyancsak az egészségügyhöz kapcsolódó témát, marad a még itt teljesen aktuális témáknál. Mindjárt nézzünk egy kis bejátszót is arról, hogy tegnapi bejelentés szerint György István államtitkár mondta azt, hogy egy hét alatt, ugye szerdától szerdáig számítják ők az oltási heteket, 500 000 oltást tudnak beadni Magyarországon. Megnézzük erről kis összefoglalunkat, aztán folytatjuk.
Ismét nagyon megugrott a halálozások száma. Kedre 130 koronavírusos beteg hunyt el. Az újonnan kimutatott fertőzöttek száma viszont csökkent. Az elmúlt 24 órában 2764 esetet regisztráltak. Ez lényegesen kevesebb, mint az elmúlt napok adatai. 6000 fölé emelkedett a kórházban kezeltek száma. Pontosan 6071 főt ápolnak intézményeink. És már 581-en vannak lélegeztetőgépen. Ezek a számok legyenek elegek és intőjelek ahhoz, hogyha meghívást kapunk, az oltakozás lehetőségét felkínálják nekünk, akkor ne hezitáljunk. György István, az oltási munkacsoport vezetője, következő hét oltási programjáról beszélt, amely, mint mondta, szerdától szerdáig tart. Március 6-án és 7-én egy nagyobb akcióban oltják a 60 év alatti krónikus betegeket, ehhez 102 kórházi oltópont áll rendelkezésre. Közülük 74 ezeren fognak a hét második felében SMS értesítést kapni, hogy a lakóhelyükhöz közeleső melyik kórházi oltóponton pontosan hol és mikor várják őket az oltásra. Az oltási munkacsoport számításai szerint egy hét alatt több mint 500 000 vakcinát adnak be, ebbe első és második körös oltások is szerepelnek. Sok kérdés felvetődik az oltásokkal kapcsolatban is, hogy meg lehet-e csinálni ezt egy hét alatt, de ami talán még fontosabb, szigorítani vagy nem szigorítani, ugye most a napokban ez a legnagyobb kérdés. Mit mond erre László Imre? Azt, hogy differenciáltan kell nézni ezt a dolgot. Mindenképpen általánosságba szigorítani kell, hiszen érzékelhető, látható, hogy azt kell mondanom, hogy ez a járvány most nem gyorsan, hanem rakétasebességgel terjed. Hiszen olyan adatok vannak, ugye itt említettem, egy héttel ezelőtt még 404-en voltak gépen, most 581-en, 4300 körül voltak a súlyos betegek kórházba, ez azért fontos, ez a legfontosabb adat, mert őbelülük kerül ki a gépre kerülők, és sajnos belülük kerülnek ki az elhunytak. És egyre több a fiatal, ahogy mondják. Így van, tolódik a fiatalabb korosztály, 4300-6000 fölé ment egy hét alatt. És hát az ott a legfontosabb a személyi feltételek biztosítása. Így van. Intenzív ágyak, most problémát jelentek. A nyitás meg a zárás kérdésével kapcsolatban azért mondtam, hogy differenciáltan kell nézni, mert bizonyos helyek vonatkozás olyan intézkedéseket kell hozni, hogy lehetőség szerint ezt a mondjuk tömegjeleneteket meg kell szüntetni. Én azt mondanám, hogy én a 8 óráról kiterjeszteném legalább 9 órára, mert az üzletekben a munkaidő befejezése után, meg ha még ráadásul a gyereket is el kell hozni az óvodából vagy bölcsődéből, utána be kell vásárolni, hihetetlen tömegek jönnek össze az élelmiszer bevásárlással, tehát ezeken a helyeken. Valóban arról van szó, hogy a légköbméter alapján egyszerűen a létszámot kellene szabályozni, hogy abba az eladótérbe hányan mehetnek, meg vannak ennek a technikái. Iskolák maradjanak, vagy zárjanak? Az iskolákkal kapcsolatosan egy bajom van nekem. Igen, ott szaporodnak, tehát elméletileg az a főszólalás a pedagógus szakszervezetnek, hogy át kellene tenni egyébként hát digitális frontra az oktatást. Egyet tudok érteni, de egy bajom van, és ezt őszintén megmondom. Én világéletemben mindig, amikor véleményt formáltam, adatokból indultam ki. Nem szövegelni kell, hanem adatokat kell hozni, és azokat elemezni. Nem tudjuk pontosan, hogy az iskolákkal, óvodákkal és bölcsődékkel kapcsolatban országosan mi a helyzet. És akkor itt is vannak a régiók. Azt, hogy hol, milyen. Egyet kell mondanom, egy a lényeg ennek, az INTS-nek a megszüntetése. Ez most üt vissza. Az a rendszer fantasztikusan jól, mondjam azt, hogy napra készen, a helyzetet lereagálva működött. Nincsen. Még egy utolsó, bocsássa meg, mert nagyon fontos lenne beszélnünk egy közlekedési témáról is, képviselőtársa felvetés alapján, de egy utolsó egészségügyi kérdés, még mit szól pártársa Komáromi Zoltán elindult, a MOK-ban indult etikai eljáráshoz? A képviselője? Hát a vakcinával, a vakcinális kijelentése miatt. A hírek szerint etikai vizsgálat. De viszonylag friss tegnap este. A Magyar Orvosi Kamara. Ez a tegnap délutáni hír azért, mert egyébként pont itt az ATV-ben a kínai vakcina náról, ahogyan elmondta a véleményét, és azt mondja, hogy nem ajánlja, és nem oltja a betegeket, csak aki kéri. Tud erről, vagy mit szól ez az egész?
a Komáromi Zoltán gyakorló orvos. Ő végeredményben én szervező orvos vagyok. Ez két külön állatfajta, azt kell mondanom. Én adatok alapján dolgozom, ő pedig az empiria, a tapasztalat alapján. Ő a 40 éves házi orvosi múltja alapján formálja a véleményét. Én, ahogy elmondtam, az adatok alapján próbálok egyébként véleményt formálni. Én tiszteletbe tartom az Zolinak a véleményét, nem ismertem, bevallom őszintén. Ő neki kell ezt elmondani, hogy miért tartja ezt abszolút jogosnak. És hát minden kamara vizsgálata kapcsán majd kiderül, hogy mit gondol el a szakma. Na nézzük akkor ezt nagyon fontos, ezt a zebra témát Székely képviselőnek. Van egy kezdeményezés, hogy a kijelölt gyalog átkelő helyeken történt számtalan gázolás kapcsolatban felmerülnek kérdések, és ezzel kapcsolatban egy javaslata, hogy hogyan lehetne ezeket megakadályozni, vagy legalábbis hát enyhíteni ezeket a szörnyű számokat. Igen, ugye ez most már egy több mint két éves történet. Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, az én pártom ugye azért jött létre, hogy a szociális válságot felszámoljuk, de azért foglalkozunk más ügyekkel is, ilyen például a gyalogos átkelőjeken történő balesetek. Ugye naponta 3 baleset történik Magyarországon. Gázolásos baleset, zebrákon így van. Utána néztünk ennek az ügynek, borzasztó régi a szabályozás, 84-es, 87-es. Azóta gyakorlatilag elhaladt fölöttünk a világ, itt sokkal gyorsabbak az autók, mobiltelefonok vannak, tehát az emberek figyelmetlenebbek lettek, fölgyorsult ez az egész. Ebből adódik ez a probléma. Ugye mi kigyűjtöttük, egy konzultációt kezdeményeztünk a szervezetünkön belül, hát az emberekkel, és ugye 5 pontra edukáltuk, hogy mit kellene csinálni. Zebra felfestés kellene, a zebrákhoz hangjelzés kellene, nagyobb fény, a bölcsik és az óvodáknál sebességkorlátozás, illetve hát ezeket a helyeket fel kellene vinni a VAZE szolgáltatásba, vagy a Google-be, ezeket meg lehet tenni. Főleg a veszélyesebb helyeket. Főleg a veszélyesebb helyeket, hogy figyelmeztessék az autósokat, akár a gyalogosokat. Városban, vagy nagyvárosokban, vagy vidéken van a nagyobb gond ezzel, ahol nem látszanak ezek. Elkészítettünk a zebraminimum.hu weboldalt, ahova föl fogjuk vinni, nem sokára föl fog kerülni az elmúlt év több mint 3000 balesete, tehát mi még ezt a munkát is elvégeztük. Az látszódik, hogy nyilván a nagyvárosok környékén sajnos több a baleset, de azért másút is, kis településeken is. De hogy ami a bosszantó és ami miatt dühös vagyok, ugye az, hogy egyébként ez a gazdasági bizottságban már többször, hát ha nem is ment át, de a fideszes kollégák is azt mondták, hogy igen, itt valamit tenni kell. És el is jutottunk még a minisztériumig is, anyagok is készültek, és ehhez képest tegnap, amikor már másodszorra került a gazdasági bizottság elé, hogy a parlament elé kerülhessen, hogyha a bizottság elmondja az áment, ehhez képest nap tartózkodtak, és megint visszautaltuk az egészet a közlekedési albizottságba, ami engem most már azért nagyon frusztrál, mert én azt gondolom, hogy mi ebben rengeteg munkát tettünk. Gyakorlatilag elvégeztük a államszervezet helyett a munkát, kidolgoztuk, hogy mit kellene csinálni, fölmértük, hogy hol vannak a problémás helyek, most már csak meg kéne valósítani, velük is beszéltünk, egyet is értettek, és ehhez képest. Hát nyilván történik ez az ügy, amit most nem tudok hova tenni, és én nagyon csalódott voltam. A szakmai véleményeket tőlük lehetne várni, mint a közlekedési bizottságtól, de hát a pénz meg a gazdasági bizottság kellene, hogy valamilyen módon majd megszavazza. Vagy hát igen, ha erre nem foglalkozunk, akkor mivel? Tehát még egyszer, naponta 3 gázolásos baleset történik. Sokat lehetne még erről a témáról is beszélni, valóban legalább fontos, mint a vakcina, hogy köszönjük szépen, hogy itt voltak és elmondták a véleményeket. Köszönjük szépen.